Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez itt a Nyáridő. Mai adásunkban visszatekintünk az elmúlt hét nagy kolozsvári eseményére, pontosabban a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozatra. A következő órában arra mutatunk rá, mit szalasztottak el azok, akik nem vettek részt ezeken a rendezvényeken. Azok számára pedig, akik ott voltak, egy kis visszatekintő következik. Kultúra, család, közösség, aktualitás, pihenés és szórakozás nyáridőben is. Nézzék adásainkat minden hétköznap délután 4-től 5-ig a Román Televízió kolozsvári adóján. Nyáridő, a Kolozsvári Magyar Adás műsora. Kolozsvárért szólt az emlékharang. Augusztus 13-án délelőtt a Bálint Tibor Baráti Társaság szervezésében került sor a Kolozsvári Magyar Napok kezdő mozzanatára. Mondhatni már hagyományosan az emlékharang megkondítására, amely egyben az egyhetes esemény kezdetét is jelentette. Szintén 13-án került sor a hivatalos nyitó gála estre is. Ezt a két eseményt ötvözi a következő szállításunk. Kolozsvárért szólt az emlékharang ma reggel 10 órakor a Bálint Tibor Baráti Társaság által szervezett eseményen, ahol szép számban összegyűltek kolozsváriak és nem csak. A harangszó jelezte lényegében azt, hogy megkezdődött a harmadik Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozata, amely egész héten át várja az érdeklődőket, változatos, színes és érdekesebbnél érdekesebb programpontjaival. Ma indul a harmadik Magyar Kolozsvári Napok, ugye, amely a magyar kultúra és az erdélyi magyarság számára, a Kolozs megyei magyarság számára az egyik legkiemelkedőbb jelentőségű kulturális esemény. A főkonzulátus ehhez természetesen minden támogatás segítséget meg a mind a szervezőknek, mind a résztvevőknek. Ennek lesz ugyan este hivatalos megnyitója a Magyar Operában, de azt gondoltuk, hogy mivel ezelőtt 2 évvel a harangunk, a Bálint Tibor emlékharang felavatás, akkor éppen innen indult az első Kolozsvári Napok rendezvénye, és mivel az idén 80 éves lenne Bálint Tibor, így Bálint Tibor év is van, kapcsoljuk össze ezt a kettőt, és indítsuk a magunk módján innen a Kolozsvári Magyar Napokat, mintha egy séta lenne az egész, amely innen a kolozsvári fellegvárról indul és leereszkedik a Szamos partjára. Több dolognak lehettünk tanulni, elsősorban megkezdtük a Kolozsvári Magyar Napokat, és tekintettel arra, hogy Bálint Tibornak egy csodálatos szerelmi vallomása van a szülővárosához, egyszer én is harangoztam címen, úgy gondoltuk, hogy méltó indítása lenne. A különleges esemény az, hogy Bálint Tibor két lánya ösztöndíjat alapított. A Kolozsvári Magyar Napok augusztus 20-án ér véget. Az államalapító Szent Királyunk tiszteletére szervezett tűzijátékkal, amelyre a főtéren kerül sor a Zrínyi 1566 című rockopera után.
üdvözlöm a stúdióba Horváth Annát, Kolozsvár újdonsült magyar alpolgármester asszonyát és Gergely Balázs főszervezőt, hát ő a Kolozsvári Magyar Napok ötletgazdája és főszervezője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Lehet, hogy még korai is a kérdés, tehát még túl friss az élmény. Mégis egyáltalán vissza lehet tekinteni az elmúlt 8 napra? Vagy még nagyon friss? Kedves alpolgármester asszony! Hát mindenképpen vissza kell tekintenünk már ma, ugye az első nap, amely a rendezvénysorozat lezárultát követi, és hát vissza is tekintünk. Mi már ma a szervezőcsapattal, Gergely Balázs főszervezővel arról beszéltünk telefonon, hogy mikor tartjuk meg azt a bizonyos kiértékelőt, mikor tartják meg, amelyen mi is az önkormányzat részéről szeretnénk részt venni, hogy amíg még frissek ezek az emlékek, amíg még frissek a tapasztalatok, addig próbáljuk levonni a megfelelő következtetéseket, és hát minden olyan következtetést megfogalmazni, amely jövő év folyamán már hasznunkra válhat, és jobbá teheti, esetleg hibákat küszöbölhet ki, amelyek az idén bekövetkezhettek. Jó, én azt gondolom, frissiben nekilátni ennek a visszatekintésnek. Gergely Balázs, a főszervező, hogyan látja ugyanezt? Visszatekinteni lehet, én az a helyzet, őszintén mondom, hogy ma még úgy ébredtem, hogy ügyben nem volt a slung, azt nehéz volt felfogni, hogy vége van, de nyilván vissza kell tekinteni, és vissza is fogunk. Én úgy a szűk csapattal egy nagyon gyors értékelésen már túl vagyok. Egyszerűen olyan utómunkálatok következnek most, amelyeket kötelező módon el kell végezni, és ez még kb. Egy ilyen 2-3 hét plusz munkát ad nekünk, ami az idei rendezvényt illeti. Tehát nyilván a következő évinek nem szabad úgy nekivágni, hogy ezt szűkebb, tágabb mindenféle körben, ugye rengeteg civil szervezet, egyház, iskola segített be itt nekünk a szervezésbe, velük is közösen ezt nyilván ki fogjuk értékelni, ezt a rendezvényt. A visszajelzésekből, Balázs, mi volt a legkiemelkedőbb, illetve mikor volt az elmúlt 8 nap alatt az a pont, amikor ön azt mondta, hogy igen, megérte? Első pillanattól ez a pont, ez szerintem hétfőn az operában, vagy sőt a Bálint Tibor imént látott képsorok a harangozás pillanatát elevenítették fel, már akkor éreztük, én legalábbis úgy éreztem, hogy megérte, de hát voltak itt azért olyan csodálatos és kiemelkedő pillanatok, akár a tegnap estét, akár a csütörtök pénteki koncerteket, szombati koncerteket említsem, de hát kint a Farkas utcában is nagyon sok személyes találkozás román emberekkel, magyar emberekkel, amely tehát ragyogó szemek és ilyen boldog, közösségi szintű boldogság tükröződött vissza a szemekből, ez nyilvánvalóan abszolút, csak azt tudom mondani, megérte. Anna, ön mivel magyarázza azt, hát nyilván látszólag számunkra az jött le, hogy a polgármesteri hivatal teljes mellszélességgel támogatta az eseményt, és ez bárhogyan is nézzük, egy nagyon szép üzenet a kolozsvári magyarság számára. Emögött külön lobby áll az RMDS részéről, önök részéről? Mindenképpen ez mindenki számára úgy gondolom egyértelmű, hogy mindezek a dolgok nem maguktól lesznek, mint ahogy azt tegnap is elmondtam, a kolozsvári magyar napoknak, illetve a kolozsvári magyar napok megálmodójának is az útját én úgy gondolom kikövezték mindazok az emberek, akik az önkormányzatba előttünk járva, és hát tegnap este talán nem volt alkalmas név szerint megemlíteni, de azt hiszem Balázsnak is és nekünk is volt egy olyan pillanat a tegnap este folyamán, amikor nem tudtunk nem gondolni Boros János volt alpolgármesterünkre, és hát nagyon sok olyan kollégára, akik előkészítették a 2010-es útjára indítását a kolozsvári magyar napoknak, előkészítették a város hangulatát a Funári éra lezáródása után, a befogadókészségét ennek a városnak erre a rendezvényre, vagy ennek a rendezvénynek az irányában. Nos, ezen túlmenően ugyanakkor azt is fontos elmondanunk, hogy Kolozsvár, én úgy értékelem, hogy ezzel a lépéssel, ezzel a hozzáállással, amellyel idén
től kezdődően ezt a rendezvényt támogatta, és ez a támogatás nem csak pénzügyi támogatásban nyilvánult meg, hanem akár egy papír formájában is leírt partnerségi egyezményben, amiben számtalan olyan apró szervezési dologban próbáltunk a szervezők mellett lenni, segíteni, ott lenni, amely nem látványos, nem annyira látványos, mint a tűzijáték, ugye az is része volt az önkormányzat ajándékaként jelent meg, vagy támogatásának. De számtalan olyan apró teendő, amelyet ha nincsenek ott a megfelelő intézmények, hogyha nem állnak hozzá pozitívan és nem segítenek a rendezvény megszervezésében pozitívan, akkor talán megvalósulhat, de sokkal több energiát igényel, sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, hogy ezt tető alá hozzuk. Nos, én úgy gondolom, hogy ezzel az új hozzáállása, ezzel az új attitűddel tulajdonképpen Kolozsvár egy hatalmas lépést tett meg, és ez az a lépés, amelyben már nem csak megtűrjük, nem csak a főtér mondjuk túlsó részéről szemléljük gyanakvóan, hogy mi is történik a kolozsvári magyar napok alatt, amely talán az első évben inkább jellemző volt, hanem ott voltak, közöttünk voltak a kollégák a segítséggel, de ott voltak a Kolozsvár román ajkú lakosai is, részt vettek, és úgy, ahogy Balázs is elmondta, igen, úgy gondolom, hogy szerették, szívvel, lélekkel részesévé tudtak válni ennek a rendezvénynek. Balázs, ön is úgy érzi, hogy sikerült megszólítani Kolozsvár román közönségét is? Ott voltak. Egy részét kétségtelenül, tehát ezt aki kint volt, az hallhatta, hogy a Farkas utcában, a Fesztivál utcánkon, a főtéren és bárhol, bármilyen helyszínen sok román szót lehetett hallani, és ami még fontosabb, hogy folyamatosan pozitív visszajelzéseket részükről is. Hát ez egy folyamatnak egy átmeneti fázisa. Én abban bízom, hogy évről évre egyre több magyar ember látogat ki a rendezvényekre, és ezzel párhuzamosan egyre több román kolozsvári honfitársunk is, mert ez a normalitás, én úgy gondolom, és nem árt, sőt, kívánatos az, hogy megismerjenek bennünket, hogy lássák azt, hogy Szántai János barátunk fogalmazott a programfüzet előszavában, hogy nem vagyunk marslakók. Szerintem nagyon sok román ember döbbent rá itt az elmúlt napokban és az elmúlt években arra, hogy egy szeretnivaló közösség a magyar, és tényleg annak a virtuális kolozsvári kincses ládának egy nagy értéke a közösségünk. Ráadásul önök ugye odafigyeltek arra is, hogy román promóciós anyagok is legyenek. Tehát románul is megszólították mindenféle rendezvény kapcsán a közönséget. Minden évben programfüzetet is készítettünk román nyelven, különböző promóciós anyagokat, reklámanyagokat is, de ami ezen túlmenő, hogy nyilván a lehetőségeinkhez képest igyekeztünk minél több helyen tolmácsolást biztosítani, illetve olyan programokat is szervezni, amelyek a román közönséget is külön megszólítják. Ez is ugyanúgy a folyamat része, ezen is nagyon sokat lehet még javítani a jövőben. Én remélem, hogy a polgármester hivatallal az együttműködésünk a jövőre nézve az egyik erős pontja ez lehet, hogy anyagi és minden típusú egyéb infrastruktúrális és egyéb támogatást megkapunk ahhoz, hogy ezt ki tudjuk teljesíteni, ezt a folyamatot. De ez az egyik cél, az alapcél azért továbbra is az, hogy ez a szenzációs kolozsvári magyar közönség és közösség itt ilyen módon együtt tudjon ünnepelni, meg tudja élni a közösségi élményt és létet, és ez úgy tűnik, hogy az idén újra és egy kicsit nagyobb mértékben összejött, mint tavaly. És hát első alkalommal volt tűzijáték nemzeti ünnepünkkor Kolozsvár főterén. Igen, hát tulajdonképpen a Kolozsvári Magyar Napok záró ünnepségét tisztelte meg az önkormányzat, és ajándékozta meg az ott résztvevőket ezzel a szép, véleményem szerint is szép és látványos tűzijátékkal. Egy szerencsés egybeesés az, hogy ez mi nekünk ugye az augusztus 20-ával egybeesve a magyar nemzeti ünnepünk megtisztelését is jelenti, és azt koronázta meg a budapesti tűzijátékkal egyidejűleg Kolozsvár főterén. Magyar himnuszt énekelt a közösség, az ott összegyűlt több ezer ember, talán 10 000-en és 15 000-en is voltak tegnap este, és tűzijátékban volt része. Azt gondolom, még egyszer mondom, hogy ez egy pozitív viszonyulásnak, ez bizonyos falak
lebontásának a kezdete, és ezért nagyon fontos ez a gesztus. Illetve hát azt is hangsúlyoznám, hogy csak és kizárólag pozitív visszajelzések voltak a román sajtó részéről is. Én személy szerint legalábbis nem láttam egyetlen negatív felhangú sajtóhírt vagy tudósítást erről a rendezvényről, ami erőt ad nekünk is, és hát valószínűleg ennek kapcsán is, vagy ennek betudhatóan is úgy érezzük, hogy megérte, hogy igen, ebbe energiát kell fektetni, és hát az önkormányzat számára is nem csak, hogy támogatni kell, hanem a továbbfejlődését is elő kell segíteni a kolozsvári magyar napoknak. Tehát itt a lényeg, hogy gyakorlatilag a polgármesteri hivatal fizette a tűzijátékot. Igen, de hát azért most egy pici tehát ez gesztusértékű, vagy... Nyilvánvaló, igen, hogy a polgármesteri hivatal hihetetlen nagy segítséget nyújtott az idén is, amúgy a tavaly is és tavaly előtt is megkaptuk azt a minimumot, amire szükség volt ahhoz, hogy létrejön ez a rendezvény, de hát ne feledkezzünk meg azért arról, hogy itt, ha nem állnak olyan támogatók határon innen és túlról a rendezvény mellé, akár hivatalos magyar kormány különböző intézményei, illetve amit én folyamatosan kiemelek, a kolozsvári vállalkozók és az erdélyi vállalkozók, tehát ez volt az első év, amikor tényleg úgy éreztük, hogy nagyon, nagyon erősen mellénk álltak, és szerintem ez talán az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy egy önálló, saját lábán álló, hosszú távon működtethető rendezvényt összehozunk, úgyhogy ezért külön köszönet nyilván a polgármester hivatal és a megyei tanács, megyei önkormányzat mellett mindazoknak, akik támogattak ebben. Igen. Azt is fontos elmondanunk a Balázs által mondott a kiegészítéseképpen, hogy arra viszont már most ígéretünk van, és hát elkezdődött az előkészítése annak, hogy jövőre a kolozsvári Magyar Napok már Kolozsvár kiemelt kulturális rendezvényei közé emeltessen, és ennek megfelelő pénzügyi és szervezési támogatásba legyen része. Balázs, én el sem tudom képzelni, így kívülállóként, hogy hányan menedzselték le ezt a, hát nem túlzok, hogyha azt mondom, gigantikusnak nevezhető eseményt. Tehát hányan álltak a szervező emögött? Tehát a szűk szervezői stáb, akikkel itt hónapok óta együtt dolgozunk, az egy olyan 15 fős csapat, amely kiegészült a rendezvény alatt a mintegy 130 önkéntessel, akik tündériek voltak és hihetetlen munkát végeztek, és még egyszer köszönet nekik, illetve hát az önkormányzat részéről és politikai szervezetek részéről is nagy segítséget kaptunk, de amit külön kiemelnék, és aminélkül nem működne ugyancsak ez a rendezvény, az a civil szervezetek, egyházak, különböző iskolák, intézmények hozzájárulása, tehát a programfüzet, hogy mindenkinek tiszta legyen, azért olyan gazdag, amilyen gazdag, mert mindenki, ugye úgy fogalmaztunk a tavaly, hogy egy ilyen kolozsvári óriás lecsó ez a rendezvény is, mint amilyen az volt, amit elfogyasztottunk az Apáczai udvarán. Ez egy olyan lecsó, jó értelemben véve lecsó ez a kolozsvári Magyar Napok, ahol mindenki elhozhatja a saját felajánlását, és ezt nyilván valami minimális szinten megszűrve, tehát azért figyelve arra és vigyázva arra, hogy a minőség ne romoljon, közösen hozunk össze. Úgyhogy ezt a jó szokásunkat, ha megtartjuk, akkor ez hosszú távon egy életképes rendezvény marad. Egy-egy végszót kérek szépen Horváth Annától és Gergely Balázstól is. Most megadom Gergely Balázsnak a lehetőséget, hogy ő mondja a végszót ki. Hát én köszönöm a szervező stábnak a munkáját, mindazok nevében, akik élvezhették ennek a munkának a gyümölcsét, és mindazok nevében, akik a szervező stábot képezték, köszönjük ennek a szenzációs közönségnek és közösségnek azt, hogy velünk voltak, és hogy erőt adtak ahhoz, hogy ezt folytassuk. Én meg azt remélem, hogy az Európa Kulturális Főváros projektünk gyöngyszemévé válik, illetve hát méltó, már most méltó rendezvénysorozata a kolozsvári Magyar Napok, és számítunk jövőre is ugyanerre a sikerre, ugyanebben az időszakban. Köszönöm szépen Horváth Annának, Kolozsvár Magyar Alpolgármester asszonyának és Gergely Balázsnak, a kolozsvári Magyar Napok főszervezőjének, hogy eljöttek a stúdióba. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Kedves nézőink, a Román Televízió kolozsvári magyar adásának szerkesztői is aktívan részt vettek az idei Magyar Napok rendezvényein. Mindamellett, hogy az elmúlt héten napra készen beszámoltunk a kolozsvári Magyar Napok eseményeiről, a Fesztivál utcában is képviseltettük magunkat, és megmutattuk, hogy nekünk is van sütnivalónk, azaz részt vettünk a főzőversenyen is. A Fesztivál utca sajtórészlegén felállított tévésátor százakat vonzott csütörtöktől szombat estig. A legnagyobb érdeklődést a hármas adó logójával ellátott lufik jelentették. A gyerekek délelőtt önként sorban álltak, munkatársaink meg százasával fújták a lufikat nekik. Ezen kívül szórólapokat, promocionális anyagokat osztogattunk, és információt szolgáltattunk az érdeklődőknek a bennünket érintő kérdésekben. Újdonság az, amint itt látható ugye a háttérben is, hogy idén sátorral jöttünk ki, a Román TV kolozsvári magyar adásának a sátrát látogathatják az itt jelenlévők. És újdonság az is, hogy az idén a Kolozsváriak sütnivalója című rendezvényen is ott vagyunk, jelen vagyunk, sajtós puliszkát készítünk éppen a kolozsvári rádiós kollégákkal együtt. És hát számomra is nagy újdonság az, hogy és öröm egyúttal látni ennyi embert, aki ismer bennünket, akiknek visszajelzéseik vannak számunkra, és ez úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb eredmény, amit most el tudtunk érni. Természetesen az már nem újdonság, mert hogy tavaly is úgy volt, hogy a hét folyamán, a Magyar Napok folyamán folyamatosan az adásainkkal erre a rendezvényre koncentráltunk. A kolozsvári magyar adás műsorán folyamatosan a kolozsvári magyar napokat adtuk, és hát remélem, hogy így lesz ez jövőre is. A kolozsvári magyar napok keretében szervezett Kolozsváriak sütnivalója című főzőversenyen is aktívan részt vettünk. A kolozsvári rádiós kollégákkal együtt alkottuk a sajtóközlegények csapatot. A háttérben a sajtóközlegény csapat van, ez kolozsvári tévésekből és rádiósokból áll. Idén fuzionáltunk, tavaly csak rádióként voltunk itt, és akkor kihasználtuk azt, hogy mi rádiósok vagyunk és főzünk. Rádiós laskát készítettünk, óriási sikere volt, annyira, hogy az idén viszont hallottuk, hogy na, az micsoda nagy dolog volt. Idén is most már a fuzionált sajtóközlegény csapattal arra hajtunk, hogy valami újságírós dolog legyen belőle, úgyhogy sajtós puliszkát készítünk uborka szezon salátával, mert hogy nyár van, és hogyha nem lennének a magyar napok, akkor nyakig ülnénk az uborka szezonban. Így viszont van a városban egy csomó történés, kihasználjuk, és magyar napokat végig dolgoztuk, most pedig szintén dolgozunk, de most már inkább a gasztronómiai tudományunkat villantjuk meg a kolozsváriaknak. Remélem, a jövőre is emlékezni fognak az idei főztünkre is. Ugyancsak ezen a rendezvényen készült el az Akadémiai Lecsó, Kis Budai Tibor, Hobbi Szakács és csapata által. Ez igazából magyaros kolbászos lecsó volt, amelynek igencsak nagy volt a keletje a jelenlévők körében. Ez az Akadémiai Lecsó lesz. Tavaly volt az Összefogás Lecsója, az idén lesz az Akadémiai Lecsó. Ez azt jelenti, hogy a legegyszerűbbet és a legfinomabbat fogjuk készíteni. És pedig? Nem teszünk bele semmi olyat, amiben igaziból csak a részegesek és a nagyon-nagyon nagy étkűek szoktak beletenni, például rizs, krumpli, ilyesmit, semmi ilyesmi. Nem lesz ebben, csak a nagyon finom helyi termelők által előállított zöldség, hagyma, paprika, paradicsom, azon kívül teszünk bele tököt, azért megbolondítjuk, teszünk egy nagyon kevés vinetét is, és a legvégén még valami bor is belekerül, és aztán adjának. Hát ez nagyon finoman hangzik, de eléggé méretes. A szalonnal. De tavaly 640 adag lett kiosztva, az idén szerintem több lesz. A rendezvény nagyon sok csapatot vonzott. A sajtós puliszka mellett volt még ott körömpörkölt, gulyás és még nagyon sok érdekes és főleg finom étek. Erdélyben vagy kicsi szélesebb körben, Romániában ugye a legelterjedtebb a pacalnak a használata levesként. Pacaleves akármilyen úton, útfélen felelhető. Magyarországon ennek más hagyománya van, a pörkölt, a pacalpörkölt. Na most a csülöknek és a pacalnak az ízvilágát összeegyenlítvén egy csülkös pacalpörköltre várjuk a kedves kolozsvári idelátogatókat. Jókai fuszúj, ez csak azért, mert nem fért volna egy jókai bableves idáig, és akkor le kellett rövidítsük. Melyik csapat ez? Milyen néven indultunk el? Jókai Fuszúja. Nem mondjuk meg, mert névtelenül és arctalanul veszünk részt ebben a versenyben. Mi vagyunk a civilek. Mi vagyunk a civilek. Kovács Zsolt vagyok, a Mikó étterem csapata. Slambucot főzünk és körömpörköltőt. A slambuc ez egy ős magyar étel, a
magyar pásztorok, betyároknak az étele. Ez egy olcsó és könnyen elkészíthető étel, csak bográcsban készülhet, és mi annyit változtattunk a recepten, hogy tettünk belé kicsi csípős kolbászt. Miután a kiéhezett fesztiválozók jól laktak az Apácai Liceum udvarán, visszamentek a Farkas utcai Fesztivál utcába, ahol kirakodók sokasága várta a fogyasztókat, vásárlókat. Meglepetésünkre elég nagy az érdeklődés, úgyhogy kell dolgozzunk Kolozsvárt a marketing egy kicsit jobban, mert sokan érdeklődnek, hogy hol lehet kapni, megvásárolni ettől arra ezeket a különlegességeket. Hányadjára vannak itt, és milyennek tűnik a fesztivál utca? Első alkalommal vagyunk itt. Nem volt könnyű elindulni, de örömünkre pozitív a visszajelzés, úgyhogy reméljük, hogy a jövő alkalomkor is részt fogunk venni, és gazdagabb kiszereléssel. Hoztunk ilyen székelyföldi kifestős, tehát címeres kifestős kiskönyvet, amit akár el is vihetnek a gyerekek, itt elkezdik, majd otthon befejezik, vagy természettudományi szempontból is, mert hisz a múzeumnak van egy ilyen erőssége is. Hát hoztunk ilyen különböző ásványokat, kőzeteket és mikroásványokat, amit igazából csak ilyen mikroszkóppal lehet vizsgálni, és akkor azt is a gyerekek nézzenek már mikroszkóppal, mert hát azért ritkán adatik meg a mai világban. Hát nekem úgy tűnik, hogy most még sokkal több az érdeklődő, mármintha nem is a könyvestandnál, de úgy általában a Fesztivál utcában. Szerintem nagyon jó a hangulat. Nekem külön tetszik az, hogy a rádiók meg a tévék standjai is kint vannak, és népszerűsítik a műsoraikat. Ilyen kézzel merített papír, hagyományos módon készítjük, nyomtatjuk régi metszetek után, régi térképek után, mindenféle kis ajándékok, könyvjelzők, fotókeretek, poharalátétek, és amint mondtam, régi metszetek nyomatait állítjuk ki. Tavaly is kint voltunk, szerintem nő évről évre, ami biztos jó. Nagyobbnak tűnik az idén, több a nép is, szerintem jó úton vagyunk. A Kolozsvári Magyar Napok harmadik kiadása is sikeresnek bizonyult, mint ahogy azt a következő körkérdésre válaszolók is bizonyították. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei múzeumot képviseljük, azon belül Nyíregyházát, az a központunk. Csütörtökön érkeztünk, akkor a tirpákokkal mutatkoztunk be, ugyanis ők az alapító atyák, az őslakosok. Nagyon tetszik a rendezvény, nagyon jól érezzük magunkat, mi is nagy szeretettel jöttünk, a szívünket hoztuk, és azt látjuk, hogy mindenki nagyon boldog. Én székelyföldi vagyok, most már itt élek pár éve Kolozsváron, és azt mondom, hogy ez nagyon egy olyan rendezvény, amire nagyon nagy szükség volt van Kolozsváron. Ugyanálunk mi Sepp-Szentgyörgyiek vagyunk, és ezeknek városnapoknak, vagy hagyományoknak eléggé több mint 20 éves hagyománya van, és ez nagyon hiányzik, főleg magyar vonalon, meg úgy más vonalon is itt nyert Kolozsváról, úgyhogy ez kellett nagyon. Én csupa jót mondhatok a kolozsvári magyar napokról. Szerintem ezek azok a napok, amikor az emberek feltöltődnek sok-sok pozitív élménnyel, olyan pozitív energiákkal, amelyek majd segítenek a szürke hétköznapokon is. Nagyon jól telik természetesen. Milyen rendezvényeken vesznek részt? Panelbeszélgetéseken, kiállítások, borkóstolók, esti koncertek, közös főzés, néptánc csoportok előadásai, tehát ami lehet, ami nem tevődik időben egyre, azon részt veszünk természetesen. Nagyon szép, nagyon örülök. 10 perc alatt 60 emberrel találkozok, nem lehet mozdulni. Eltervez az ember valamit, hogy elmegy egy programra a gyerekkel, és mindenhol lemarad, mert túl sok az ajánlat és a felhozattal. Nagyon tetszik. A Kolozsvári Magyar Napok program sorozata bővelkedett a kulturális eseményekbe. Mi a 250 eseményből csak néhányat szemlézünk a következőkben. Megmutatjuk, hogyan készült a Reményi Galériában tartott kiállítására Kürti Andrea képzőművész, majd az Apácai Liceum képzőművészeti tagozatos diákjainak tárlatáról és a tájművészek, természetművészek munkájáról is beszámolunk a következő szállításban. Kürti
Kerti Andi nevét a kolozsvári közönség elsősorban megragadó és fantáziadús gyerekkönyv illusztrációi kapcsán ismeri, hisz ő az, aki a Dónát Alapítvány Kolozsváros Milyen Város sorozatának immár 2 kötetét illusztrálta sok más meséskönyv mellett. Kürti Andi azonban más téren is kipróbálta már tehetségét. A Jon Andreescu Képzőművészeti Egyetem divat szakán végzett, és már a diplomamunkáját egyedi gyerekruhák megtervezése és kivitelezése képezte. Ez alkalommal a Reményik Sándor galériában is egy rendhagyó gyerekruha kiállítással várja az érdeklődőket. Minden ruhán egy mesejelenet, egy mesefigura elevenedik meg. A fiatal dizájner az Alice Csodaországban című mesét dolgozta fel ezeken a bűbájos ruhadarabokon. Ez most egy tematikus kiállítás, Alice Csodaországa kiinduló pontja. Hát ez úgy történt, hogy elolvastam 5-ször a mesét, megnéztem minél több feldolgozását, és aztán vázlatok, anyagok beszerzése, és utána elkészítem őket. Kürti Andrea kivitelezése egyedi. Ezt bizonyítja a tematikája, a stílusa, és nem utolsó sorban az a módszer, ahogyan elővarázsol egy ruhaneműből egy egész mesét, mintha beszélni, mesélni tudna maga az anyag, vagy csodálatos módon, mintha a gyerek, aki viseli, ő is tagja volna meseországnak, és épp csak pillanatnyilag tekintett be a felnőttek világába. A kiállítás augusztus 28-áig tekinthető meg, minden nap 10 és 18 óra között az Evangélikus Luteránus Püspökség Reményik Sándor galériájában, a Kossuth Lajos utca 1 szám alatt. Bennünk a kérdés, hogy vajon a mai generáció, az iskolások hogyan viszonyulnak a példakép fogalmához, különösen, hogy egy értékvesztett világban élünk tulajdonképpen, amikor is nagyon könnyen hát elkalandozhatunk az álértékek irányában. És úgy gondoltam, hogy időszerű egy ilyen témát adni, hogy a gyerekekbe tudatosítódjék, hogy mi is az, hol is keresendő az igazi értéke. És milyen választ kaptak a kérdésre? Hát a válasz az hajlamaik szerint, hiszen vannak gyerekek, akik inkább irodalmi érdeklődésűek, vannak olyanok, akiket a történelem foglalkoztat inkább, de olyanok is, akik a képzőművészet világából választottak példaképet. De el kell azt is mondjam, hogy vannak itt olyan úgymond a hétköznap hősei, tehát a szülők, nagyszülők, ismerősök, tehát olyan személyek, akik a gyerekek érdeklődését felkeltették, éppen mert szeretetükkel, éppen mert valami olyan foglalkozásuk van, ami révén a figyelmük a gyerekeknek rájuk terelődött. Metszeteket, festményeket látunk, hogyan értékeli a rajztanár, a képzőművész ezeket a munkákat? Úgy gondolom, hogy sikerült megragadniuk a választott témát. Mert hogyha akár mondjuk egy Kányádi Sándor portrét nézünk, vagy akár Fodor Sándor portréját linóba is megmetszették, meg is festették, vagy akár más írót, költőt, mindeniknek valahogy a személyiségi jegyei, és egyáltalán az életművének a jegyei valahogy tükröződnek ezeken az alkotásokon, de nem illusztratív módon, hanem én gondolom, hogy beleérző, művészi kifejező erővel megáldott formában. A tárlat szeptember 14-éig tart nyitva. Aki kíváncsi a tizenévesek példaképeire, vagy elgondolkodna azon, hogy saját maga kit választana példaképének, látogassa meg az Apáczai Csere János Elméleti Liceum képzőművészeti tagozatos diákjainak kiállítását a Szabok bástyája emeleti termében.
szabadságvágy és lázadás. Egyben a természethez való közeledés és ráhangolódás indította útjukra azokat az alkotókat, akiket ma természetművészeknek, tájművészeknek nevezünk. Míg az 1960-as években az Amerikában kibontakozó landart a természetbe való erőteljes beavatkozásban nyilvánult meg, később visszafogottabbá vált. A kelet-európai országokban pedig jellemzően olyan alkotásokban öltött testet, amelyek a természet iránti tiszteletet, saját esztétikáját hangsúlyozzák. Az erdélyi természetművészet kezdetei az 1970-es évekhez köthetők, amikor az alkotók a falusi élet relikviáit igyekeztek beemelni a művészetbe. Az akkoriban alakult Mamű Társaság tagjai, tanulmányaik után városba került fiatal művészek és lelkes amatőrök csoportja, előbb házi bulikban létrehozott performanszok és happeningek által keresték útjukat. Majd kivonultak a természetbe, ahol megfelelő szakrális teret találtak további játékszerű megnyilvánulásaiknak. A vizes halmok, később a Szent Anna-tó elhíresült helyszínei lettek az erdélyi természetművészet kezdeti időszakát jelentő megnyilvánulásoknak. A 80-as évek Mamű aktivitásra épülve szinte folytonosan indult a 90-ben rögtön a változások után a Szent Anna-tónál az Anna-t. Tehát ez azért merem így kijelenteni, hogy szinte folytonos volt, hisz a Mamű és a Szentgyörgyi szervezők, tehát Baász Imre szoros kapcsolatban voltak, és szakmai folytonosság szinte egyértelmű, és ugye előképnek ott voltak ezek a bemutatott események a vizes halmoknál, tehát szinte magától értetődött az, hogy ők is megszervezik, és mégpedig egy ilyen kitüntetett helyen, mint a Szent Anna-tó. Aztán Ütő Gusztáv vitte végig egészen a 99-ig, amikor gondolom anyagi és más okok miatt szintén sajnálatos módon vége lett, hisz ez egy olyan megnyilvánulási terepe volt a hazai kortárs képzőművészetnek, és főleg az akcióművészetnek, tehát az időbeli művészetnek, ami nemzetközi hírű volt, és mai napig jegyzett nemzetközileg. Erős István alkotótábort szervez évente a Szárhegyi Lázár kastélyban. Az elmúlt években ott készült munkákból válogatott arra a kiállításra, amely a kolozsvári Magyar Napok keretében a Szépművészeti Múzeum udvarán került bemutatásra. Adásunk hátralevő perceiben azt is megmutatjuk, milyen szórakozási lehetőségek voltak az idei kolozsvári Magyar Napokon. Természetesen a teljesség igénye nélkül. Amint arról a következő szállítás is árulkodik, volt ott gyerekeknek szóló foglalkozás, voltak filmnapok és nagyon sok koncert, amelyek látogatottsága, mint hallhattuk, esténként elérte vagy esetenként elérte a 20 000-es nézőszámot is. A szórakozási lehetőségek hangulatával zárjuk a mai adást, amelyben az idei kolozsvári Magyar Napok eseményeire tekintettünk vissza. De előtte elmondom a mai nap politikai eseményét. Döntött az Alkotmánybíróság, érvénytelenítették a július 29-én megtartott népszavazás eredményét. Ez azt jelenti, hogy Traian Băsescu eddig felfüggesztett államfő visszatérhet hivatalába. Bővebb politikai elemzésre következő műsorainkban kerül sor. Ezzel búcsúzom is mára, nézzék továbbra is a nyáridőt, minden hétköznap délután 4-től 5-ig. Viszontlátásra! A sportnak, ezen belül a labdarúgásnak nincs nemzetközileg elismert hivatalos nyelve. Az ellenben megcáfolhatatlan tény, hogy 6-7-8-9 éves gyerekek esetében az edzések anyanyelven történő levezetése alapvetően fontos. Kolozsváron körülbelül egy évvel ezelőtt megjelent egy kezdeményezés, amelynek elsődleges kitűzött célja labdarúgás szeretetre, foci tudásra nevelni a gyerekeket.
Esetükben történik mindez magyarul, nem másért, csak azért, hogy alapfokon jobban értsék azt, amit kérnek tőlük. Kolozsváron van több ilyen foci iskola, viszont ezek mind román nyelven folynak az edzések mindegyikben, és mi vagyunk az első olyan egyesület, ahol magyar nyelven folynak az edzések, úgyhogy ebben mindenképpen új. Általában ez a legnépszerűbb pontunk a szülők körében. Hát a másik a munkamódszerben, remélem, hogy tudok valami újat hozni. A tanárom mondta, hogy muszáj valami sportot üzni, és akkor az én inkább ezt választottam, mert szeretem. Miért csapatsport, miért nem egyéni sport? Meggyőződésem, hogy te el tudod mondani, hogy miért éppen ezt kellene választani. Hát nekem számomra egy szerelem nyilván, és azért, és mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy szerintem a legjobb. Hát egyénileg nem sportoltam egyéni sportot, úgyhogy ezt nem tudom megmondani mi, de hát csapatban azt hívjunk, egy közösségben, barátok közt vagyunk. Tehát egy élmény már önmagában eljön a táborba. Csomó minden olyan dolgot tapasztal, amit egyéni sportban nem valószínű, hogy megtapasztal. Apropó az, hogy eljönnek a táborba, összekovácsolódott már ez a csapat? Tudomásom szerint sokkal többekkel dolgozol folyamatosan, itt most kevesebben vannak. Összekovácsolódott, és tényleg észrevehető az, hogy akkor, mit tudom, rendet tanulnak, fegyelmet tanulnak, önuralmat tanulnak? Hát abszolút mértékben most csak meg kellett nézni azt, hogy ahogy lejöttünk a szállástól idáig, hát elég veszélyes út, itt válaszultam a főút mellett, és azért van egy-két gyerek, aki elég nagy próger. Hál' Istennek azért a fociban az kell egy kicsi csűvészség, de olyan fegyelmezetten jöttek sorba mindegyik, hogy le a kalappal, úgyhogy őszóta, amióta együtt dolgozunk, ragadt rájuk sok minden. A passzokat, hogy mindig pontosak legyenek, és a dekázást. Tényleg? Hányat tudsz? Négyet. Melyik a jobb lábad? Ez. Ó, és ezt már tudtad, mielőtt neki fogtál focizni? Igen. Igen? Lackó, halászkázz már meg, itt kéne lenni ezen belül. Nézd meg, négy bólya jelöli, elég egyértelmű. Futás volt, gyorsan! Az úton, amelyen járok, senki nem járt előttem, és senki nem jön utánam. Szól a magyar blues muzsika atyának saját munkásságáról tett híres vallomása. Hobó vagy polgári nevén Földes László által nyújtotta előadások hangulata nem ismeretlen a kolozsvári közönség számára. Több ízben, főleg előadó estek keretében lépett fel a kincses városban. Ugyanakkor Hobó mára jól ismert arca a kolozsvári János Zsigmond unitárius kollégiumban is, amit gyakran látogat, és jó baráti viszonyról tanúskodik a diákokkal való közvetlen kapcsolata. Hobó a szövegíróként, műfordítóként is ismert Kossuth Díjas művész, 34 éve alapította a sokak számára meghatározó zenei élményt nyújtó Hobó Blues Band zenekart. Az együttes által megszólaltatott akkordok nem csak zeneileg jelentettek újdonságot, szövegek szintjén is addig szokatlan hangnemet ütött meg a formáció a magyar zene világában. Lázadónak, a kommunista rezsim ellen harcoló magyar zenészek kiemelkedő egyéniségének tartják. Egy éve új felállásban zenélnek, az együttes neve pedig Hobó és Bandája. A koncert előtti közönség találkozón híres humorával mosolyogtatta jelenlévőket, és az új zenekari felállást illető kérdésre megígérte a közönségnek, hogy a 33 év Hobó Blues Band után következik 33 év Hobó és Bandája, illetve 99 éves korában új együttest alapít majd. A tejről már leszoktál? Le, csak házi tejet iszom. Úgyhogy voltam unitáriusok soknál ebédelni, vagy unitáriuséknál ebédelni, ott volt házi tej. Aztán kaptam ajándékba egy tegnap a hármas óper előadás végére egy üveg, vagy egy ilyen doboz milli nevű tejet, de hát azt, ugye azt a multiktól kaptuk, azt nem ittam meg. Ellenben az unitárius ebéden
ugye ott voltak, akik hát itt a keszthasznamot, sőt mi még igazság szerint cilvóriumot, amit ezek az unitáriusok isznak. Ez hát egy folyó a szélben, házunkon nem messze megállt. Kiszólt egy hang, hogy én menjek, indulnak, nem várok tovább. A 2,5 órás koncertet követően aláírt dedikációkat követelő kolozsváriak kadarohamozta meg a színpad mögött Székely Beroskat művészt. Ezt megelőzően kizárólag stábunknak nyilatkozott. Hobó híres a közönségével tartott kapcsolatáról, koncert közbeni verbális vagy szemkontaktusáról. Elmondása szerint lépten nyomon találkozik annak a jelével, hogy a közönség ezt értékeli. Közismert arról a közönség feletett gesztusairól a szemkontaktus. Ugye ma mesélt is arról, hogy mennyire számít a közönségnek a visszajelzése és a kommunikáció. Igen, ez egy példája például annak. Milyen volt a mai kolozsvári közönség? Félületes. Őszintén megmondom, bizonyos értelemben talán jobban éreztem volna magam, így utólag, hogyha világos van. Tehát, hogy, de szerencsére jó volt a világítás kitalálva, tudtunk beszélni a világosítóval az előadás előtt, és így meg tudtuk világítani a közönséget. Engem nem érdekel, hogy milyen hatásos a világítás. Akárhova megyünk játszani, a világosítók nem ismerik a számainkat, már pedig ha nincs együtt a világítás a zenével, akkor egy kalap ízét se ér. Na most itt meg tudtuk beszélni, hogy a közönséget világítsák be, és ezért volt egy ilyen kontaktus a dologgal. A szokatlanul hosszú koncertre érkezett tömeg a tavalyi főtéri sok ezres koncertekre emlékeztetett. Kötő Zsolt a szerkezet, Bencédi József in memoriam dr. Darkó László című, a kolozsvári festőművész munkássága és emléke előtt tisztelgő portré dokumentumfilmjét, illetve Márkus Etelka kolléganőnk Borzont 16 című riportját vetítették a szervezők, majd ezután a rendezőkkel való beszélgetésre is alkalmat adtak a közönségnek. Márkus Etelka filmje a Borzon 16 szám alatt lakó idős házaspár hétköznapjait vázolja fel, életkörülményeiket, örömüket, bánatukat. Azt hiszem, hogy nagyon sok hasonlóság van a városi ember és mondjuk közöttük, akik el vannak zárva. Tehát szerintem mi látjuk úgy, hogy el vannak zárva. És hát nagyon sok különbség, de talán a különbség az sokkal inkább a keretekben van. Hogy körülöttük nincsenek, hogy esetleg nem használnak internetet, stb., de szerintem az érzésviláguk ugyanaz. Ugyanúgy fáj nekik valami, ugyanúgy féltékenyek egymásra, ugyanúgy rivalizálnak férj és feleségként, ugyanúgy megvannak a gondjaik. Tehát ezért nagyon felszínes, hogy akkor mi a különbség. Tehát abszolút nem úgy mentem oda, hogy akkor most egy ilyen kalitkába bezárt unikum, kell őket mutogatni, tehát itt egyáltalán nem arról van szó. Mégis valahogy úgy egy érdekes helyzet. Természetesen az a legszebb, mikor együtt készíted a filmet azokkal, akikről szól. Tehát például ebben az esetben is, tehát együtt készült, nem volt semmi előkészítve, megbeszélve, forgatókönyv, stb., úgy, ahogy jött. És ez a szép, vagy mikor előre megbeszéljük, nincsen anyagi lehetőség arra, hogy elmenjünk előre prospektálni, stb., és akkor elkezdünk egyeztetni, de azt valahogy úgy kell csinálni, hogy az közös legyen. Tehát, hogyha elmegyek oda, mint na, megérkezett a tévé. Bár sokszor úgy fogadnak, tehát ki kell őket billenteni ebből a szerepkörből, tehát érezzék valóban, hogy ez a miénk. Bencédi József kollégánk dr. Darkó László festőművészről szóló portréfilmje kapcsán már nyilatkozott adásainkban. A közönséggel való beszélgetésen is azt hangsúlyozta, túl keveset tudunk az egykori festőről, annak életművéről. A szomorú az, hogy hát enyhén feledésbe merült. Mert elég sok munkát hagyott maga után, de ezek nem voltak sose kiállítva halála óta. Sőt, életében sem volt egy kiállítása volt összvissza egész életében. Hát nem volt egy nagyon ismert festő emiatt. És ezen filmen is szeretném visszahozni a köztudatba dr. Darkó Lászlót, aki
az érdekessége még pluszban, hogy abban az időben egyedüli festő volt, akinek megvolt a doktorátusa a művészettörténetből. A kolozsvári magyar filmnapok keretében hazai stúdiók terméseit, olyan szakembereket ismerhetett meg a nagy közönség, akiknek filmjeivel találkozott már, a szerzők neve azonban eddig ismeretlenül csengett számukra. Nem kimondottan, de szeretem az Eddát. Én általában mindenféle zenét szeretek, és akkor, hogyha, tehát az Edda az tényleg nagyon jó, klasszak, úgyhogy ezt meg kell hallgatni. Mi a kedvenc számai tőle? Vagy úgy általában kedveled az összeset? Általában kedvelem az összeset, nincs ilyen, hogy kedvenc szám. És hogy van veled a... Nem értem. Kedveled az Eddát, vagy? Hát igen, a magyar rock zenekarok között az Eddát is kedvelem, a klasszikusok között, de szeretem. Most direkt az Eddára jöttetek, vagy? Igen, tényleg ezért jöttünk, dolgoztam egész 6 óráig. Én nagyon örvendek, voltam a tegnap Hobón is a lányommal, jövünk holnap is. Nekem nagyon tetszik. Milyennek tűnik az idei koncert felhozata? A jobb, mint a tavaly? Gyengébb, mint a tavaly? A jobb. Tehát a múlt évben Kolozsvárt voltam, de nem is kaptam el, hogy mi történik. Tehát valahogy, tehát akkor biztos nem volt olyan jó, mint az idén. Yeah.
mert az Eddára jöttünk le. De tulajdonképpen szinte minden koncertre lejövünk így esténként, úgyhogy meg vagyunk elégedve a felhozatallal. Hát én tavaly nem voltam, úgyhogy mi barátnőmmel jöttünk ki az Eddára, de nekem úgy, ahogy belenéztem a program füzetbe, tetszik. Az Eddát mint olyat kedvelem? Nem, az Eddát. Persze, a gyerekkoromban ezekre a nótákra bulisztunk. Csak a szívem hallod.